Szekszárdról is naponta több kamion indul a szomszédos európai országokba, hogy biztosítsa az áruforgalmat. A Magyarországot átszelő, a szomszédos országokba szállító kamionoknak úgynevezett áruforgalmi folyósókat jelöltek ki. Így a kamionosok csak kijelölt útvonalon haladhatnak, pihenhetnek és kijelölt benzinkutnál tankolhatnak. Majd a szintén kijelölt határállomáson hagyhatják el Magyarország területét, Szerbia, Ukrajna és Románia fele is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kezdeményezésére felülvizsgálta az addig érvényben levő szabályozást és módosította, így fokozottan ellenőrzik a sofőrök indulás előtti és a hazajövetelt követő egészségügyi állapotát is. Indulás előtt az ITM előírja, hogy a járványügyi hivatalnál be kell jelentenie a gépkocsi vezetőnek és a munkaadójának, hogy újra külföldre távozik, és ezt jóváhagyás után megteheti. Az áruk le- és felrakásakor is új szabályokat alakítottak ki. A védőfelszerelésben lévő sofőrök leteszik a papírokat, majd akkor írják alá a fuvarlevelet a felkeresett cég munkatársai, amikor elég messze eltávolodott. A sofőrök a ki- és berakodás ideje alatt a fülkéjükben várnak. A veszélyeztetett területekről, mint például Olaszországból érkező kamionok sofőrjeit folyamatosan vizsgálják. Az olaszországi fuvaroknál csak tankolni szállnak ki a sofőrök. A veszélyeztetett területekről Európában, mint például Olaszországból érkező kamionosoknak ugyan meg kell kezdeniük a házi karantént, de a következő fuvar feladatnál, amennyiben nem észlelnek magukon betegséget, a vírus jeleit nem tapasztalják, és vezetésre képes állapotban vannak, ebben az esetben az autóba visszaülhetnek és folytathatják az útjukat. Mancsi János szerint a fuvarozás nem állhat le. Az ellátási láncot folyamatosan fent kell tartani. Ezért a hétvégi kamionstoppot szinte minden országban feloldották. A fő probléma Mancsi János szerint, hogy az ideiglenes korlátozások nem egységesek. Országonként folyamatosan változnak, így nehéz követni azokat. Szerinte egy egységes, Európai Uniós tagállamokra érvényes rendszert kellene meghatározni. Közel 20 000 kamionsofőrt és családját érinti a jelenlegi helyzet itthon.